Részlet a Bibliából, a Jelenések könyvéből. A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fákja, és esék a folyóvizeknek harmad részére és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig Üröm. Változzék azért a folyóvizek harmad része ürömmé, és sok ember meghal a víztől, mivel keserűkké lőnek. Eddig az idézet. A fekete üröm neve oroszul Csernobil. Köszöntöm Önöket, ez a Túl minden határon, Csernobil megye határáról, én Vujistvrtko vagyok. Talán nincsen olyan név ezen a földön, amelyet olyan gyorsan tanult meg a világ, mint 1986 áprilisának legvégén Csernobilét. Az addig szinte ismeretlen város pillanatok alatt szimbólummá vált, jelképévé annak, hogy mire képes az ember akkor, hogyha rosszul és rosszra használja fel a saját tudását. Az elkövetkező egy órában eljöhetnek velem a csernobili zónába. Láthatják a világ egyik legnagyobb lakatlan városát, Pripyatyot, láthatják a zenetermet, és azt is megtudhatják, hogy mi a helyi kóborkutyáknak a sorsa. És elmesélem, hogy volt-e magyar felelőse, magyar áldozata és magyar hőse az akkor történteknek. Köszönöm, hogy velem tartanak Csernobilba, Túl minden határon. Amikor Varga Zsolt és Varga Dezső, vagyis a Túl minden határon testvérpárja a pripyatyi főtérről felküldte az égbe pici drónkameránkat, hogy megmutathassuk a csernobili zóna szívét, még egyikünk sem tudta, hogy ez a pici repülő szerkezet az utólagos mérési adatok szerint sugárszennyezett lesz. A kamera utolsó képei azonban sok mindent megmutatnak. A drón elrepült a világ egyik legnagyobb lakatlan városa felett, ahol egykor 50 ezren laktak, aztán 2,5 óra alatt elnéptelenedett, méghozzá teljesen és örökre. Belesett a kamera a pillanatok alatt otthagyott lakásokba, majd elrepült az atomtemető felett is, ahol a kármentesítés során használt járműveket tárolják. A járművek egy részéből már régen kilopták a motort. De nem csak felülről láthatják a zónát. Hogy milyen egy kihalt város főutcáján egyedül sétálni? Végtelenül szomorú. S milyen talpig beöltözve radiátorokat keresni a még most is sugárzó, mégis kifosztott lakásokban, családok egykori otthonában? Bevallom, rémisztő. Mégis el akartam menni mindenhova, és meg akartam mutatni mindent, mert engem elsősorban nem a világpolitika és a katasztrófa tudományos háttere érdekelt, hanem például az, hogy milyen lehet magányosan élni egy egykor virágzó faluban, és szól-e még a zongora a 33 éve magára hagyott hangszerboltban. Jönnek azok, akik turista látványosságnak és üzletnek látják az atomkatasztrófa helyszínét. Bemutatom Lukászt, aki feltette az életét arra, hogy megmentse a zóna kóborkutyáit. Bemegyünk a helyi uszodába és a sportcsarnokba, aztán az iskolába is, ahol beleolvastam a félbehagyott leckefüzetekbe. Megszólalnak a magyarok, akik egyetlen nap alatt lettek csernobili likvidátorok úgy, hogy az elején azt sem tudták, hogy hol van Csernobil, és mit is jelent az, hogy likvidátor. Beszélnek az özvegyek, akiknek férjeit beleküldték a halálba, és hallhatják a csendet. A halotti csendet, amelyet csak egyetlen dolog szakít meg, a dózismérő hangja. Az a folyamatos sipolás viszont egyszerűen nem megy ki a fülemből. Azt hiszem, hogy aki a helyszínen hallotta azt a hangot, sosem tudja elfelejteni. Danger? Yes. Jön hát a kalandos utazás a zónába, de előtte még Magyarország. Csernobilba készültök, a lezárt zónába, ahol nem csak hogy sugárzó anyagokkal találkozhattok, hanem előfordulhat, hogy a szerzetetekbe kerülhet sugárzó anyag, mert mondjuk valahol porral találkoztok, és azt belégzitek, vagy pedig véletlenül mondjuk lenyelhetek radioaktív anyagot. Budapesten vagyunk a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjában, ahol az egyik legismertebb hazai szakember, Aszódi Attila, nukleáris mérnök kalauzol minket. Háromfős csapatunk minden tagja levetkőzik, aztán fél órára be kell feküdnünk ebbe a speciális gépbe, amely megméri testünk alapsugárzását.
Ezt a mérést majd megismétlik a hazaérkezésünket követően is. Amíg az eredményeket rögzítik, Aszódi Attila arról beszél, hogy a zónában mindenképpen legyen nálunk dózismérő, hogy a jeggyűrűinket hagyjuk itthon, és hogy a legveszélyesebb részeken majd lehetőleg ne fogjunk meg semmit. A Csernobili lezárt zónának vannak olyan részei, ahol igazániból minden további nélkül lehet tartózkodni. Ugyanakkor vannak olyan részek, ahol nagy mennyiségű radioaktív anyag van kint, és ott kell, hogy bizonyos óvintézkedéseket tegyen az ember, adott esetben légzésvédő vagy védőruha. Tehát legyen rajtunk egy maszk, meg egy ilyen ruha ezeken a részeken? Azokon a részeken, ahol a helyiek is azt mondják, hogy erősen szennyezett, ott célszerű ilyen védőeszközt használni. A vizsgálatnak vége, adatok rögzítve, irány Csernobil. Illetve előtte még Kijev. Ukrajna 3 milliós fővárosa jéghideggel és fagyos széllel fogad. Ez itt Kijev főtere, a véres tüntetéseiről elhíresült Majdán, ahol talán csak a fotózkodó turistákra váró plüssállatoknak öltözött emberek nem fáznak. Amúgy itt lehet hüllőkkel meg madarakkal is fényképezkedni, de ezt a lehetőséget most speciál kihagyom. Készítek pár képet a főtérről meg a hősi emlékművekről, aztán irány a hotel, mert még sok munka vár ránk. No, ja, pani Maricio, что вы говорите? Még éjszaka is szervezek, de úgy néz ki, hogy minden rendben lesz, sikerült megtalálni az egyik legprofibb utitársat. Másnap reggel elhagyjuk Kijevet, útban vagyunk a zóna felé. Útitársunk Maxim Polivko, aki, ahogy látni fogják, nem egyszerűen idegenvezető. Az ukrán fiatalember egész élete Csernobilról szól. Maxim, meg tudod egyáltalán számolni, hogy eddig hányszor voltál a csernobili zónában? Valószínűleg 150-szer vagy kicsit többször. És mondd, kik járnak ide? Teljesen különbözőek. Vannak kalandvágyó turisták, aztán a kutatók, meg a kíváncsiskodók, akik egyszerűen csak látni szeretnék a híres zónát. Kifejezetten jó minőségű utakon autózunk, bár azt nehéz lenne nem észrevenni, hogy egyre kevesebben jönnek velünk szembe. Aztán elérjük a 30 kilométeres zóna határát, amely olyan, mint egy turista látványosság és egy szigorú katonai ellenőrzőpont furcsa keveréke. A zónából kihajtó autók kerekeit sugárzásmérővel megmérik, befelé pedig mindenki csak a megfelelő engedélyek birtokában mehet. A katonai szigor mellett, közvetlenül egy emlékmű szomszédságában viszont kifejezetten bizarr látványt nyújt a zóna határán felállított ajándékbolt. Nagyon sok ajándékboltban voltam már a világon, mert hogy gyűjtöm a kis apróságokat, de azt hiszem, hogy ez a szuvenírbolt itt a csernobili zóna határán az egyik legbizarabb. Szól a kellemes zene, lehet kapni gázmaszkot, lehet kapni védőruhát, hűtőmágnest, vagy sokan azt mondják, hogy ez igazából fűtőmágnes, meg képeslapot, meg csernobili gyerek rajzkönyvet, de a legbizarabb termék legalábbis szerintem egyértelműen itt van, a csernobili atomfagylalt. Nézem a furcsa ajándékbolt kínálatát, és egyre jobban érdekel, hogy vajon miből fogy több. A képeslapokból, a matricákból, vagy a csernobili bögrékből. Ezeket az érdekes matricákat nagyon szeretik. És mi az, ami még jól megy, amiből sokat ad el? A pólók. Ezeket nagyon viszik meg. Itt van a nagy kedvenc, a kucsma. Megmutatná, hogy hogy áll? Így. Amíg én Júliával, az eladóval megbeszélem a katasztrófa turizmus szuvenír divatját, Maxim is elintézi a papírmunkát. Az engedélyeink rendben vannak, nyílik a sorompó, irány a zóna. Már bent a zóna területén leállunk az út szélén, Maxim térképet vesz elő, nem is akármilyet. Egy sugár térképet, ahol különböző színekkel jelölik azt, hogy hol mennyire veszélyes az adott terület. Nem túl biztató, de Maxim azt mondja, hogy később majd a vörössel jelzett, tehát a legszennyezettebb részen is át kell majd hajtanunk. Mindjárt jönnek a teljesen elhagyatott kísértett falvak, a pusztulás drámai képei. Megyünk Csernobilba, és megyünk a 2,5 óra alatt kitelepített Pripyatyba. Most viszont egy kis időre ismét megszakítjuk utunkat, mert megmutatom önöknek Csernobil magyar áldozatait. 1986. áprilisának legvégén napokig nem tudott a világ a Csernobilban történtekről. A Szovjetunió szétesése gyakorlatilag Csernobillal kezdődött.
Ez itt Csap városa, az egykori Szovjetunió, ma pedig Ukrajna nyugati kapuja. Itt él a legendás kárpátaljai újságíró Debreceni Mihály, aki azt mondja, hogy annak idején annyit hazudtak a szovjet illetékesek, hogy a hazugságok az egész országot megroppantották. Meg Debreceni Mihály azt is mondja, a hatóságok a saját embereiket sem tájékoztatták arról, hogy nagyon nagy a baj Csernobilban. Sokan panaszkodtak arra, hogy május 1-én azért kimentek a szabadba piknikezni, mit tudom én, és elég furcsán sütött a nap, tehát valami történhetett, de hát erről senki nem tudott beszélni, miután nem voltak információik erről az esetről. Budapest, Szabó Ervin könyvtár. Előkerestem az 1986-os magyar híreket. Arra voltam kíváncsi, hogy mit tudtunk a katasztrófáról mi magyarok. Röviden és tömören, nem sokat. A magyar lapok kisebb üzemi balesetről és két halottról írnak, majd arról, hogy nem emelkedett a sugárszint, később pedig furcsa módon még csökkent is. A nem túl jelentős csernobili beszámolók mellett megtudom, hogy megkezdődött a magyar televízió 5. karmesterversenye, a május 1-jei ünnepségek rendben lezajlottak, a szovjet sajtó, most figyeljenek, a sajtószabadságot ünnepli, és egy amerikai dollárért akkoriban 45 forintot kellett adni. Egy szó mint száz, a magyarokat sem tájékoztatták megfelelően a katasztrófáról. Pedig volt újságíró, aki beszélt. Legalábbis addig, amíg beszélhetett. Amiért én és Csernobil így összefonultunk, annak az egyik, tényleg ez a vélemény, hogy aznap én voltam az, aki felelős volt ennek a hírnek a közléséért, és emiatt fölkeltette a dolog az érdeklődésemet. Bedő Ivánnal egy budapesti étteremben találkozom. A Magyar Rádió hírszerkesztője 3 nappal a robbanás után a BBC híre alapján a Petőfi Rádió 21 órás híreiben közzéteszi, hogy veszélyes sugárzást mértek Skandináviában. Aztán történt valami. A hír másnap reggelre egyszerűen eltűnt. Bedő Iván pedig fegyelmit kapott. Arról hogyan értesültél, hogy valaki azt mondta, hogy a hír most itt megáll? Erről igazából utólag értesültem, miután én hétfőn délutános voltam, késő este mentem haza, reggel aludtam, én egyébként sem kerek fel korábban. Tehát ezt egyszerűen utólag mesélték a kollégák, hogy valahonnan jött valami értesítés, és bevallom neked, hogy akkor nem néztem utána idejében, és utána már nem tudtam megállapítani, hogy ki telefonált a rádióba, és miért tiltották le ezt a hírt akkor. Iván, te a mai napig nem tudod, hogy ki tiltotta le ezt a hírt? A mai napig nem tudom. 1986 tavaszán és nyarán több magyar kamionos indult a térségbe. A sajtóban azt írták, hogy a lezárt zónán kívül nincs baj, így a magyar kamionsofőrök elvileg nyugodtan vághattak neki az útnak. Kosár János volt az, akit a felesége urnában kapott vissza, Bécsben halt meg, ott felboncolták és megállapították, hogy sugárkárosodás miatt halt meg. Késő este van már, amikor ahhoz a kollégámhoz tartok, aki talán a legtöbbet tudja a térségbe küldött magyar kamionsofőrökről. 13 kamionsofőrt találtam, és azok közül csak egy élt már. 20 évvel ezelőtt Kirádi Attila egyetlen esetből indult ki, aztán egyre több névhez, egyre több halott ember nevéhez jutott el. Később aztán egyesítettük erőinket, és Attilával közös nyomozásba kezdtünk. Szívos Géza áttétes rákban halt meg, nem sokkal teherautós útját követően. Kosári Jánosról egy bécsi klinika állapította meg, hogy szovjet útja során halálos sugárdózist kapott, és ezért vesztette életét. Amit most látnak, nos az egy pontosan 20 évvel ezelőtti felvétel, és egész életem talán legtragikusabb interjúja. Az egyetlen sofőr, akit életben találtunk, Szabó István volt, aki nem csak a térségben járt, de a május 1-jei szabad napján még a Pripjágy folyóban is megfürdött. Erről is mesélt az interjúban, amely sokszor félbeszakadt. A kamera többször leállt a riportalany köhögő rohamai miatt. De Szabó István újra és újra folytatni akarta. Nézve, uram, én tisztában vagyok vele, hogy nekem szerzői okozta a betegségemet. Ezt azt fog elvinni. Ezt mondta tehát Szabó István azon a pénteki napon, amikor felkerestem. Riportomat 2 nap múlva, vasárnap este mutattuk be. Szabó István akkor már nem élt. Elmondta a történetét, aztán másnap meghalt. 2 évtizeddel ezelőtt Attilával 7 nappallá téve ezen az ügyön dolgoztunk, közben pedig tanúként folyamatosan bíróságokra jártunk, meg könyveket írtunk. A végeredmény pedig Attilánál, nálam és a bíróságon is ugyanaz lett.
Az oknyomozó újságírásomnak, illetve a közös munkánknak ugye az lett az eredménye, hogy kiderült, hogy vannak magyar áldozatai a csernobili atomrobbanásnak, és hogy vannak magyar felelősei annak, hogy ezek a kamionsofőrök nem jöttek haza élve, illetve hazajöttek, de aztán nem érték túl ezt az utazást. Tápió Szecsőn vagyunk a 6000 fős Pest megyei nagyközségben. Itt él az egyik kamionsofőrözvegy. Mondták, hogy nem sugarazzák őt, ezt nem lehet, mert ilyet mondott az orvos, hogy van neki éppen elég ilyen sugár, nem kell még ezt sugarazni is. Kis István csaknem 2 méteres, 100 kilós fiatalember volt az útja idején. 35 évesen, alig 45 kilósan áttétes rákban halt meg. Özvegye azt mondja, hogy férje halála napján az ő élete is megállt, mert Rózsika a mai napig nem tudja feldolgozni, hogy a szerelmét halálos zónába küldték. Ha meglát egy hírt az újságban Csernobillal kapcsolatban, vagy a tévében, akkor azt követi? Igazándiból végignézem, végigolvasom, és aztán semmi más nem jut eszembe, csak a férjem. A kamionsofőrök többsége fiatal ember volt, fiatalon is haltak meg. Kijev környéki útjuk után szinte mindannyian rákban. Amikor a Szabolcs utcai kórházba behívott az osztályvezető főorvos minket, és arra figyelmeztetett, hogy bármi történik, arra nagyon ügyeljünk, hogy ne legyen több gyerekünk. Azt hiszem, hogy az volt az a pont, amikor mind a ketten tudtuk, hogy ez csak időkérdése. Budán vagyunk, ahhoz az asszonyhoz igyekszem, aki a bíróságon 8 évig harcolt férje igazáért. Szabadszállási Kálmán özvegye több ezer dokumentumot csatolt, még egy egyetemre is bejárt, hogy mindent megértsen. És mindezt azért, mert Ágnes tett a férjének egy ígéretet, méghozzá a legutolsó pillanatokban. Halála előtt pár nappal, amikor már mind a ketten tudtuk, hogy akár csak órák, vagy esetleg napok vannak hátra, akkor leültetett az ágya szélére, és megfogta a kezem, és olyan könyörgően rám nézett, hogy ígérd meg nekem valamit, hogyha meghalok, akkor bizonyíts be, járj utána, és bizonyíts be, hogy minket tudatosan küldtek a halálba. A legfelsőbb bíróság végül kimondta, hogy Szabadszállási Kálmán egyértelműen azért halt meg, mert a csernobili robbanást követően a térségbe utazott. Az ítélet jogerős, így hát Ágnes elmondhatja, mindent megtett néhai férjéért, mert kiderült az igazság. És most ismét vissza a múltba, a korabeli hírekhez. Több özvegy is említette ugyanis, hogy volt egy hír, amelyik annak idején kifejezetten megnyugtatta őket. A Magyar Távirati Iroda a híres orvos-genetikus Zeisel Endre szavait idézte. Ez volt a Csernobillal kapcsolatban talán legtöbbet idézett nyilatkozat 1986 tavaszán. Zeisel professzor az említett interjúban azt mondta, a mért adatok alapján a reaktorbaleset közvetlen környékén már a terhes kismamák sincsenek veszélyben. Felkerestem Zeisel Endrét. Megmutattam neki az akkori nyilatkozatát. Az orvos genetikus szakember hosszan olvasta a saját szavait, majd jelezte, hogy indulhat a felvétel. Én ezt az adatot az akkori hivatalos sajtóból vettem, és az akkor megadott sugárdózis biztos, hogy a terhesekre és a magzatjukra sem volt ártalmas. Ha ez az adat nem igaz, akkor én nem mondtam olyan szempontból igazat, mert ha mondjuk ez 10-szerese volt, vagy 100-szorosa volt, akkor az esetleg árthatott a Kijev környékén, Csernobil környékén élő terhesek magzatjaira. Ma már tudjuk, a Szovjetunióból kapott adatok hamisak voltak. Ukrajnában, Oroszországban és Fehér Oroszországban több 10 000 abortuszt végeztek. Az utolsó pár ezret már érzéstelenítés nélkül. De volt-e másfajta hír? Volt-e valaki, aki figyelmeztette az illetékeseket, hogy nagyon nagy a baj, hogy amit a magyaroknak mondanak, az nem igaz? A válasz igen, volt. Néztem a tévét, láttam a lángcsóvát, olvastam a különböző híreket, amiket hallgattam a rádiót, pontosan tudtam, hogy ez úgy nem történhetett. Az nem lehet, amit mondanak.
Markó Imrével az ATV udvarán sétálok, miközben a tudós szakember életének talán főművét lapozgatom. Annak idején 1986-ban Markó Imre 14 kutatóból álló csoportot verbuvált. A csoport tisztán szakmai alapon elkészítette a Csernobili atomerőmű baleset lehetséges okok és következmények című anyagát, amely egyértelműen kimondta, Csernobilban borzalmas katasztrófa történt. Alapvető feladatunknak éreztük, hogy legalább tudjuk, hogy mi történik, és erről megfelelő tájékoztatást adjunk azoknak, akik döntési helyzetben vannak az országban. Ha ez a tanulmány széles körben ismertebb lett volna, akkor például kamionsofőröket küldtek volna oda a régióba? Nem, meggyőződésem, hogy nem küldtek volna, mert ebből kiderült, hogy ott egy olyan esemény történt, olyan erős a sugárzás, amely életveszélyes. A veszélyfelhívó tanulmány elkészült. Az ország vezetői és a lapok, a rádió és a tévé szerkesztőségei meg is kapták azt. Mégsem jelent meg belőle semmi. Emiatt a levél miatt nem. A szigorúan bizalmas letiltó levélben az akkori tájékoztatási vezető, Bányász Rezső azt írta, hogy a szovjet-magyar kapcsolatok miatt a terjesztést nem engedélyezi. 20 éve felkerestem Bányász Rezsőt. Ő akkor azt mondta nekem, hogy a Kádár korszakban Csernobillal kapcsolatban semmiféle cenzúra nem létezett. Ekkor elővettem és megmutattam az egykori kormány szóvivőnek azt a letiltó határozatot, amit saját maga írt. Bányász Rezső ekkor azt kiabálta, hogy ez a levél nem kerülhetett legálisan hozzám. Megállította az interjút, majd felállt és elment. 1986-ban sok ország tiltotta meg a térségbe irányuló áruszállításokat. A magyar kamionsofőrök mindenféle figyelmeztetés nélkül teljesítették a Csernobil környéki fuvarjaikat. Hát ez volt a Túl minden határon első része, de ne menjenek sehova, mert pillanatokon belül folytatódik az utazás a Csernobili zónában. Mutatom is, hogy mivel. Néhány perc múlva megmutatom a világ legnagyobb, még mai szovjet városát, ahonnan mindenkit kitelepítettek, de a kommunizmus emlékeit már nem volt idő elvinni onnan. Megyünk majd a szarkofákhoz, amely ma a világ legnagyobb 36 ezer tonnás koporsója, és bemegyek majd egy eddig még nem átvizsgált paneltömbbe is, hogy megmutassam önöknek, mi maradt a családok egykori életéből. Folytatódik tehát az utazás a Csernobili zónában, és folytatódik a dózismérő, fülsértő és idegesítő sipolása hamarosan. Jó estét kívánok ismét, köszönöm, hogy velem maradtak. Pillanatokon belül folytatódik a csernobili utazás, és folytatódik a magyar kamionsofőrök története is, amely a mai napig vitatott téma. De abban az egyben nincs vita, hogy az illetékesek 1986-ban a tömegtájékoztatásban, amit elronthattak, azt el is rontották, magyarul hazudtak. Éppen ezért Csernobillal kapcsolatban rengeteg a féligasság és rengeteg a legenda. Ezért most megmutatom önöknek azt, amit a Túl minden határon stábja látott a csernobili zónában. És akkor most vissza a zónába, csapatunk a 30 kilométeres lezárt körzetben halad előre, Csernobil felé. Olyan ez az egész, mintha csak egy egyszerű erdő mellett autóznánk, de ha lassabban megyünk és jobban megnézzük az út szélét, bizony házakat és falvakat rejtenek a bokrok és a fák. Ez itt Zalisja falu volt valamikor. Az egykori parasztházak még ma is állnak, van, ahol az udvaron még autó is áll. Bemegyek az egyik épületbe, ahol 33 évvel ezelőtt megállt az idő. Találok szovjet propagandakönyvet, de gyerekjátékot, gyerekcipőt, lavort és még borotválkozás utáni arcest is. Pár méterrel arrébb az egykori vegyesbolt található, és meg annyi törmelék. Az 1959-ben épült művelődési központban a kommunizmust éltető relikviákat fotózok, aztán eljutunk a szovjet hősi emlékműig, amely egy második világháborús tömegsír is egyben. A zalisziai lakosok minden év május 9-én eljöhetnek ide, emlékezni a szeretteikre, és ez az a nap, amikor megnézhetik azt is, hogy mi maradt meg a hátrahagyott házaikból. Hátunk mögött hagyjuk a lakatlan Zalisziát. Hamarosan láthatják, hogy vannak páran, akik vissza is költöztek a térség falvaiba. De előtte jöjjön Csernobil.
Az egykor 14 ezres városban ma is élnek, körülbelül 2000-en. Igaz, ők nem állandó lakosok. A hivatalosan bezárt, de a kiégett fűtőelemek miatt most is nukleáris létesítménynek minősülő csernobili atomerőműben ma is dolgoznak, a munkások pedig két hetente váltják egymást. Csernobil városában napközben kevés embert látni, de aztán belebotlok valakibe, nem is akárkibe. Váratlanul szemben találom magamat a kommunizmus atyával. Néhány évvel ezelőtt az ukrán hatóságok hoztak egy határozatot a Lenin szobrok ledöntéséről, és mi magyarok is jól emlékezhetünk rá, amikor az évtized közepén Csapon ledölt Kárpátalja utolsó Lenin szobra. Itt viszont a csernobili zónában háborítatlanul áll Vlagyimir Iljicsnek a szobra, és ebből is látszik, hogy ebben a zónában megmaradt egy darabka Szovjetunió. Lenin tehát háborítatlanul figyel, ráadásul az emlékmű éppen a helyi kultúrház mellett áll. Ebben az épületben tartották az 1986-os katasztrófa felelőseinek büntetőperét. Nem messze a művelődési háztól egy döbbenetes sétányt alakítottak ki. A sétány két oldalán táblák sorakoznak, amelyekre a zóna halott településeinek neveit írták. A sétányon ott van Zalisja táblája is. Itt a halott falvak útján sétálunk Maximmal, aztán felérünk a főtérre, amely ma a 30 és a 10 kilométeres zóna határait mutatja. Emlékeznek még a filmem elején hallott biblia idézetre és az abban szereplő trombitásra? Nos, a csernobili főtéren éppen mellettünk a trombitás szobra áll. És itt, Csernobil városának közepén Maxim arról mesél nekem, hogy ezt az egészet csak az értheti meg igazán, aki látta vagy át is élte. Maxim, neked mit jelent Csernobil? Nos, valószínűleg ez a népem történetének legnagyobb tragédiája, vagy az egyik legnagyobb. Ezt szeretném sokaknak elmesélni és megmutatni. És mondd, miért döntöttél úgy, hogy itt akarsz dolgozni? Ez nekem nem is annyira munka. Ez számomra egy misszió. Így rengeteg emberrel tudom megértetni, hogy mi történt itt, és milyen most az élet errefelé. Vége az interjúnak, megyünk a helyi élelmiszerboltba. A 30 kilométeres zóna területén kettő ilyen bolt is van, a 10 kilométeres zónában már egy sem. Itt viszont kifejezetten gazdag a kínálat. Az élelmiszerektől a pólókon át az elképesztő mennyiségű alkoholig lehet itt kapni mindent. Mindezekért pedig még kártyával is lehet fizetni. Mi ennivalót veszünk és viszünk egy majdnem teljesen kihalt falu magányos lakójának. Az egykor félezres Parisevet a katonaság őrzi, méghozzá azért, mert itt emberek is élnek. Egészen pontosan ketten. Az erdő által benőtt, magukra hagyott házak mellett egyikükhöz, a 83 éves Iván bácsihoz igyekszünk. Jól látszik, a természet már itt is teljesen visszavette a hatalmat az emberektől. Megérkeztünk, ez itt Iván Ivanovics Szemenyuk otthona. Iván bácsi szegényes hajlékában fogad, megköszöni a nekihozott élelmet, aztán helyel kínál minket a jéghideg nappaliában, és mesélni kezd. Most jönnek majd a nagy hidegek. Ez lesz majd nagyon nehéz, így egyedül. És Iván bátyám, most pontosan hányan is laknak Parisevben? Én meg a barátom a falu túlvégén, vagyis ketten. És korábban hányan voltak? Akkor sokan voltunk. A robbanás előtt több mint 500-an, aztán a robbanás után 45-en jöttünk vissza. 45-en? Igen, de most arra már csak ketten maradtunk itt a faluban. És a bácsi csak mesél és mesél. Arról, hogy biztonsági őr volt az erőműben, hogy egyáltalán nem fél egyedül, és arról, hogy nagyon hiányzik neki a közelmúltban elhunyt felesége, akivel fél évszázadig voltak házasok. Az asszony halála után Iván bácsi magára maradt, most a katonák vigyáznak rá. Ők hoznak neki enni és inni, ők látják el gyógyszerekkel, ők viszik ki a zónából, amikor orvoshoz kell mennie. Nézem a fényképeket a falakon, egy valaha volt szebb és jobb világ emlékeit, amelyekből mára semmi nem maradt. Kint esik az eső, fát hozok be a fészerből, Maxim pedig Iván bácsival begyújt a jéghideg lakás kályhájába. Nekem meg közben megszakad a szívem. Búcsúzunk Iván bácsitól, búcsúzunk Parisevtől. Vár minket a 10 kilométeres zóna, vár a világ egyik legnagyobb lakatlan városa,
és vár minket a szarkofág. És most megmutatom, hogy hogyan is közlekedtünk a különböző zóna határok között. Minden alkalommal át kellett mennünk egy sugárzásmérőkapun, autón kerekeit és azokat a részeket, ahova a cipőnket tettük, rendszeresen átvizsgálták. Szerencsére mindig és mindent rendben találtak nálunk. Скажите, все хорошо? Все хорошо. Спасибо. Ez már a 10 kilométeres zóna határa, ezen belül már senki nem él. Lakosból tehát egy sincs, vigyázat, sugárszennyezett területtáblából viszont annál több van. A kint mért 0,1 mikroszívert per óra, itt már 0,4. Aztán hirtelen a Budapesten mérhető, tehát a teljesen normális háttérsugárzás nagyjából 70-szeresére ugrik a dózismérő. Maxim ugye azt mondta, hogy 0,3-ig nagyjából rendben vagyunk, eddig 0,4-en mentünk, és most itt mutatom, a készüléket 4 egész, tehát ennek több mint 13-szoros a 8,5, tehát 7,3, tehát messze meghaladja azt a határértéket, amire Max azt mondta, hogy rendben van. Fékezés nélkül szágoldunk a híres vörös erdő mellett, tehát a térképen is vörössel jelzett részen. Aztán elérjük a zónán belüli zóna legutolsó zónáját, ami maga a világ egyik legnagyobb lakatlan városa, az egykor 50 000-es Pripyat. A város határában katonai ellenőrzőpont fogad, meg sorompó, szögesdrót és egy kóborkutya. Engedélyeink itt is rendben vannak, beléphetünk a csernobili zóna szívébe. Csak egy pillanatra ugrunk haza Budapestre. Október legelején archív felvételeket kerestem az egykor virágzó Pripyatról. Amit találtam, nyüzsgő város boldog felnőttek, vidáman játszó gyerekek. Meg a város határában álló szocialista büszkeség, a csernobili atomerőmű. Aztán történt valami. Ezek már a KGB felvételei. Pripyat utcáit a robbanás másnapján maszkos katonák lepték el, akik folyamatosan mértek valamit, aztán elkezdték mosni a város útjait. 36 órányi késlekedés után pedig felszólították a lakókat, hogy gyülekezzenek a házaik előtt. Azt mondták az embereknek, hogy 3 napra kell elhagyniuk az otthonaikat, soha nem térhettek haza. A buszok Kijevbe vitték őket, a buszok ablakaiból pedig az emberek azt látták, hogy hiányzik a város határában álló atomerőmű teteje. Hát ez itt Pripyat, 33 évvel a katasztrófa után. Nincs rá jobb szó, ez egy kísértett város, egészen riasztó, halotti csönddel. A panellakásokat már benőtték a fák és a bokrok, az egykori boltokba már senki sem jár. Ez itt a műszaki áruház, a tévékészülékek osztálya. A mosógépek és a hűtőszekrények. Egy blokkal arrébb pedig megtaláljuk a pripyatyi hangszerboltot is. A zongoráknak ma már semmilyen hangja nincsen, és a többi hangszernek sem. Kihalt itt minden, teljességgel kihalt. Ez itt a főtér a hajdani szállodával és a kultúrpalotával, meg az úgynevezett fehérházzal, ahol a csernobili atomerőmű vezetői laktak egykor. Innen a fehérház elől küldtük a magasba a pici drónkameránkat, amely megmutatta, hogy hogyan győzte le a természet Pripyatyot, amely ma már a világ legnagyobb szovjet városa. A kommunizmus jelképeit innen sem vitte el senki, az utcákon mindenhol sarlókat és kalapácsokat, vörös csillagokat és lelkesítő Lenin idézeteket találunk. Meg egy egészen megszállott állatvédőt. Miska, disadá! Lukasz Higston 6 évvel ezelőtt tudományos kutató mérnökként, atomenergetikai szakértőként érkezett a zónába, de aztán az élete 180 fokos fordulatot vett. Ő lett a kóborkutyák védőangyala. Ezt a programot 3 évvel ezelőtt indítottuk. Akkor még 1000-nél is több kóborállat volt a zónában. Most 700-an vannak, többségük az erőmű mellett vagy Csernobil városában él. De itt Pripyatyban is van 20 kóborkutya. El tudnád magyarázni, hogy egészen pontosan mi is a munkád lényege? A fő értelme az egésznek, hogy fenntartsuk a kapcsolatot ember és állat között úgy, hogy ennek ne legyen fertőzéses kockázata. Szóval beoltjuk, ivartalanítjuk az állatokat, kiskutyákat adunk örökbe. Meg persze etetjük és itatjuk őket, főleg télen, amikor nehéz élelemhez meg vízhez jutniuk. Ami tény, az tény. A zóna határokon, a zónában és magában Pripyat városában is rengeteg a kóborkutya. Egy biztos, Lukásznak még nagyon sokáig lesz dolga errefelé.
Az egyik kóbor kutyára éppen a Vidám Parknál találunk rá. Békésen fekszik a körhinta alatt. Nem messze ide az egykori Dodge pálya található, a tér fölé pedig a hatalmas óriás kerék magasodik. Ha fel lehetne rá ülni a tetejéről, már látszana mindaz, amit a drónkamera meg tud mutatni. Amit ott hátul láthatnak, az nem más, mint a Pripyat határában álló hatalmas szarkofág. Mindjárt oda is eljutunk majd. 20 évvel ezelőtt egyszer már jártam itt. Akkor még a 30 évre tervezett öreg szarkofágot láttam. Most viszont már a modern, pár éve átadott úgynevezett hangár magasodik a sérült reaktorblokk fölé. Ismét jönnek a régi képek, de csak röviden. Annak idején sok százezer embert vezényeltek a zónába, az úgynevezett likvidátorokat, akik építették a szarkofágot, akik mentették a menthetőt, akik betegeket szállítottak, akik a vörös erdőt írtották, és a likvidátorok között több magyar ember is volt. Mentőautósofőrként elsősorban gyerekeket, hölgyeket szállítottunk ki a zónából, a zónán kívülre. Kárpátalja székhelyén Ungváron vagyunk, itt találkozom Ruszka Lászlóval, akit mentőautó sofőrként vezényeltek a Csernobili térségbe. Ruszka László a likvidátor igazolványát mutatja, amely miatt most olcsóbban kapja a gázt és az áramot, meg évente plusz 14 fizetett szabadnap is jár neki. Ez lett a jutalma Csernobilért, ez maradt neki, meg a szörnyű emlékek. Mi jut László arról eszébe, hogy Csernobil és zóna? Hát... elsősorban azok a beteg emberek, azok a képek jönnek el. Gondol még rájuk? Álmodik még velük néha? Álmodni nem nagyon, de így általában visszagondolok. És hát azokra is, akik velem voltak, sajnos már nincsenek közöttünk. Az ön csoportjából senki nem él már? Egyedül én maradtam. Ez itt Beregszász, a legnagyobb kárpátaljai magyar város. Én igyekszem mindig a jó felé menni, nem a rossz felé. Ez pedig nagyon rossz, ez nem rossz, ez nagyon rossz. Csernobil. Az egykori likvidátorral, Szűcs Lászlóval a beregszászi kétnyelvű Csernobil emlékmű felé sétálunk. A nyugdíjas mérnök épített hidakat és írtotta a sugárszennyezett erdőket. Most 33 év távlatából is azt mondja, akkor ott ő elfelejtett gondolkozni. Csak tette a dolgát, parancsra és fegyelmezetten. Mondja, László, nem félt? Mit ért volna, ha féltem volna? Mit ért volna, ha féltem volna? Parancsot megkaptad? Vagy teljesíted, vagy mentsz börtönbe. Vissza a zónába, ahol az erdők fái már nem csak a lakóházakat, hanem az egykori kórházakat és rendelő intézeteket is benőtték már. Ezekből a magukra hagyott épületekből a hosszú évek során már minden mozdíthatót elloptak a tolvajok. Radiátorokat sehol sem látni, innen még a padlót is elvitték. 33 éve, 1986 tavaszán és nyarán itt éjjel és nappal emberilleteket mentettek. A hős orvosok között pedig ott volt egy magyar főorvos is. 12-en voltunk a Csernobili zónában. Én maradtam egyedül. 11-en eltávoztak már. Utoljára ugrunk Magyarországra, egészen pontosan Nyírmadára. Itt él ugyanis a zóna egykori kórházának ideggyógyász főorvosa. Jó napot! Isten hozta, kedves vendéget! Jó, hát jó napot! Milyen régen? Szép nap! Nem mondja komolyan, hogy 80 éves. Hát akár viccesen, akár komolyan, de az. 20 éve ismerem a nyugdíjas doktort. Tudom, hogy neki tényleg Csernobil az élete. Szőlősi Tibor előadásokat tartott és könyveket is írt Csernobilról, valamint a likvidátorokról. Annak idején ideggyógyászként rendelték Csernobilba, de hamar tudatosult benne, hogy ő ott igazából mindenes lesz. Így hát ő műtött, gipszelt, kezelt tüdővérzéses és álmatlanságban szenvedő likvidátorokat is. Szőlősi Tibor most 33 évvel a csernobili bevetése után azt mondja, az akkori szarkofágépítők igazi hősök voltak, és éppen miattuk sajnálja, hogy vannak, akik ma már jól fizető üzletként néznek Csernobilra. Most hát látogatási központtá, hogy úgymond degradálták ezt a vidéket, és ez bennem olyan gondolatokat, hogy úgy mondjam, szül, mint hogyha lakodalmot ülnénk a temetőbe.
ez egy kicsit gondolom, hogy sértő. Tudom, hogy azok, akik ezt teszik, rendezik, azoknak anyagiak kifizető, de az erkölcsi, hogy úgy mondja, a háttere bizony, hogy hiányzik ennek a, hogy így mondjam, folyamatnak. Vissza a csernobili zónába, a zóna szívébe, az óriás kerékhez, ahol egy népszerű amerikai YouTube sztárba botlunk. A 19 éves tetőtől talpig védőruhába öltözött fiatalember órákon keresztül filmezi és filmezteti magát a helyi, maszk és védőruha nélküli kísérőivel. És nem is csinál belőle titkot, hogy ez az egész számára üzletileg nagyon kifizetődő lehet, ahogy másoknak a hűtőmágnes, a reklámpóló és a Csernobil fagyi. Miért döntöttél úgy, hogy ide jössz? Érdekesnek találtam ezt a helyet. Nagy nézettségi potenciállal, úgyhogy ez számomra üzleti döntés. Szóval üzleti döntés? Igen, ez üzlet. És mit vársz ettől? Több követőt az oldaladra? Hát, most még közepes méretű az oldalam. Hány követőd van? 400 ezer. 400 ezer követőd van? Igen, körülbelül annyi. Oké, és mit akarsz nekik innen megmutatni? Hát, ami itt történt, meg a tapasztalataimat. Elbúcsúzom a YouTube sztártól, utunk a helyi általános iskolába vezet. Ahol 1986. április 23-ig, tehát a robbanás előtt 3 nappal kinyomtatott újságot találok. Meg persze Lenint és félbehagyott leckefüzeteket. A könyvekben és a noteszekben az akkor még létező Szovjetunióról és a fejlődő Pripyatjról írnak, miközben a padlót ellepik a likvidátorok egykori védőmaszkjai. Amúgy érdekes módon Pripyaty ezen részén kifejezetten alacsony a sugárzás, ahogy a helyi uszodánál is. Ezen a régi fényképen ez a Pripyatyi sportutcai közlekedési jelzőlámpa, amely a valóságban most így néz ki. A háta mögött pedig a Pripyatyi városi uszoda található, legalábbis az, ami megmaradt belőle. Pillanatokon belül megmutatom, hogy hogyan néz ki ez kívülről, aztán mutatom azt is, hogy hogyan néz ki belülről. Az uszoda és a sportközpont egykor Pripyaty büszkeségei voltak. A csernobili atomerőmű dolgozói sokkal, de sokkal többet és jobbat kaptak az akkori szovjet átlagnál. Hát ebből mára nem maradt semmi. Az egész városban talán az a legdurvább, hogy még az egyik helyen alig valamivel magasabb a sugárzás az átlagosnál, addig pár méterrel arrébb szinte kiakad a mérőműszer. Maxim egy olyan lakótömbhöz visz minket, amely még nincs bevizsgálva, ezért ha meg akarom mutatni a lakásokat belülről, akkor itt már nekem is be kell öltöznöm. Itt, tehát konkrétan itt normális, tehát 0,2-es a sugárzás. De ha átmenjünk a ház túloldalára, akkor ez lehet ennek az 5-szöröse, 20-szorosa, de akár 150-szerese is. Akkor most meglátjuk, hogy mennyi lesz az épületben. Igen. Elindított neked a felvételt. Varga Dezső barátom még beállítja a kamerámat, aztán indulok. Beérkeztem, meg is szólalt a dózismérő. Így nézett ki egy nappali akkor ezek szerint. Rengeteg itt a por. Én is egyre nehezebben veszem a levegőt. Megpróbálom megmutatni mindazt, ami itt van. Itt sincs radiátor, tehát ahogy Max mondta, a radiátorokat valamilyen oknál fogva ellopták. Itt még találok egykori újságokat, meg rengeteg port, de radiátort azt itt sem. Ebben a maszkban azért elég hamar elfogy az embernek a levegője. Itt a WC, szemben velem. Ez lehetett a konyha. Hát ennyi volt egy lakóház, legalábbis úgy, ahogy azt én láttam. Hogy milyen volt az a benti néhány perc, finom leszek. Hát ne irigyeljenek. Elhagyjuk Pripyatyot, utunk egy erdő mélyébe vezet. Újra felküldjük az égbe a repülő drónkameránkat, hogy megmutathassuk, milyen a csernobili mentésben használt járművek atomhulladék temetője. Annak idején 2 ilyen temető is volt. Az egyikben helikopterek és harci járművek voltak, ebben a másikban meg mentőautók, teherautók és markolók. A helikoptereket és a tankokat egyszerűen elásták a föld alá, ezeket a járműveket viszont nem. Így az autók sugárszennyezett motorjait szinte egytől egyik el is lopták. Nézem és mutatom a pusztulás képeit, miközben drónkameránk legutolsó bevetését teljesíti.
a Pripyat folyó felett repül, és a mentésben használt hatalmas hajók roncsait mutatja. Ezek azok a hajók, amelyeket csak így lehet megmutatni, felmenni rájuk szigorúan tilos. Lassan búcsúzunk a csernobili zónától, de még van egy utunk. A legutolsó út, amely a világ legnagyobb koporsójához, a szarkofákhoz vezet, amely 275 méter széles, 108 méter magas, 36 ezer tonna súlyú, és pontosan 3 éve adták át. Ez fedi be a régi, ma már düledező szarkofágot és az alatta lévő sérült reaktorblokkot, amelyben ott fekszik egy ember, Valeri Hotemchuk. Az atomkatasztrófa után az ő testét nem találták meg a romok között. Ezért is nevezik a szarkofágot a világ legnagyobb koporsójának. És akkor a film végén jöjjön egy amolyan utószó. Utazásunkat követően visszamentünk a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézetébe, és visszafeküdtünk a film elején már bemutatott speciális kabinba. A kapott eredmények azt mutatták, hogy a Túl minden határon csapata, vagyis Varga Zsolt és Varga Dezső, valamint jómagam nem kaptunk veszélyes sugárterhelést. Felszerelésünk átvizsgálása során viszont az is kiderült, hogy ahogy már említettem, drónkameránk a repülés közben felvert radioaktív por miatt sugárszennyezett lett. Jöjjön hát néhány felvétel a mi kis hősünktől és a földi kameráinktól. Néhány zárókép kommentár nélkül arról, ahogyan mi és a kameráink látták a csernobili zónát. Ahogy láthatták, 20 évvel ezelőtt egyszer már jártam a csernobili zónában, és azóta legalább 1000-szer megkaptam a kérdést, hogy mi az igazság Csernobillal kapcsolatban. Be kell, hogy valljam őszintén, én még a mostani utam után sem tudom, mert még az akkori résztvevők is különböző módon emlékeznek, és ahány történet, annyi igazság. Az tény, hogy a legfelsőbb bíróság Magyarországon annak idején egy kamionsofőr ügyében az özvegynek adott igazat, de ez a kamionsofőr életét már nem adhatja vissza. Az viszont biztos, hogy a Túl minden határon stábjának, Varga Zsoltnak és Varga Dezsőnek a képei talán egy icipicit önöket is közelebb viszik a válaszhoz, de azt önöknek kell eldönteniük, hogy mi az önök Csernobil igazsága. Hát ez volt a Túl minden határon a csernobili zónából. Én Vujic Tvrtko vagyok. Szép jó estét, Magyarország!